Julia Carpentert hazánk legvadabb női DJ-jeként tartják számon. Aki bár hihetetlenül hangzik, de nem vetkőzik a buljain, ő a zenével kápráztatja el a parti arcokat. Na, rajzoltál nekem? Persze, ilyesmire gondoltam, ugye? Igen, nagyon szuper van, csak a helyét kell kitalálni. Itt mélyed vele, ugye? Igen. Akkor az lesz hátul. Igen. Szuper. Jó, kitaláljuk a helyet. Húj, de durva lesz! Hát, jó, levetkőzni. Ja, azt is hiszed? Na, tehát... Ugye itt van a melltartó, meg fürdőruha, meg minden, és akkor ez alatt kéne kezdődjön. Azt nem tudom, Tomi, hogy teljesen oldalt legyen, nem, vagy pedig legyen egy kicsit, de mondjuk csak eddig lógjon be, jó. Ennél tovább ne. Így. Pontosan így tudok. Jó. Leneved. Leneved, miatt meggondolom magam, hogy a másik oldalra legyen. Én imádom, hogy olyan bonyolult eset vagyok, és annyira türelmes vagy meg, hogy ritka. Lehet, hogy jobb lenne ez az oldal? Csak itt. Nagyon jó. Álló fogjuk csinálni? Vagy bokafogásra, vagy? Foglalj helyet. Ő a gyíkom, húsú a védőszer. Ez a családom, ez pedig... Hát ez egy ilyen okosság. A gyíkom, amit lehetne csinálni? Meg lehet nagyobbítani, nem egy kicsit? Persze. De amúgy cuki, a védőszörny. Muszáj zúgjon a gép? Nem lehet alkalmat? Igen, és néma. Amúgy így neki mesélek ezt, és akkor egy húzásra végig csinálod, hogy néha szünetelünk. Láttam, amit szoktam. Ez felér egy medve szarvalásra. Ha áramot tolna belém a Tamás. Nagyon finom volt. Hogy van, három napig kell rárakni. És egy nap háromszor becserélem, meg de pont ennel átolom, és akkor... Vékonyan. Úgy érzem, hogy leszakad az oldalom, de jó. Finom. Köszönöm szépen.